Több mint 30 vonuló madárfaj kilövését függesztette fel a Környezetvédelmi Minisztérium a következő idényre. A híradónk által megkérdezett szakemberek szerint a döntés jogos volt, mivel a kilövési kvóták meghatározásánál figyelembe kell venni a madarak biológiai sokféleségét és az állomány csökkenésének megállítását. Az utóbbi 5 évben a vadásztársaságok kérésére nagyjából ugyanazt a madárkilövési kvótát határozta meg a Környezetvédelmi Minisztérium, amely 38 állandó és vonuló faj vadászatát is jelentette. A legújabb döntés szerint a 2020-2021-es idényre összesen 36 csak vonuló madárfaj vadászatát függesztette fel, amelynek az volt az oka, hogy nincs egy olyan kidolgozott tudományos módszertan, amely felmérni a vonuló madarakat. Pap Tamás, a Mirbusz Egyesület elnöke, híradónk érdeklődésére elmondta, egyetért a bírósági döntéssel, hiszen megengedhetetlen és etikátlan úgy kilövési kvótát meghatározni, hogy nem tudják, milyen hatása lehet ennek a madárállományra. Nagyon komolytalanak voltak a kvóták, ezt mindenképp el akartam mondani, hogy olyan fajokra, vagy a domány sorának például egy olyan alfajára volt kiadva kilövési kvóta éveken át, az idén is, mi nem létezik nálunk, soha nem is volt. Ennek ellenére minden évben ki is lőtték a vadásztársaságok, lejelentették papíron, hogy ők igen, a domány sorainak a déli alfaját abból, amennyit megkaptak, 30-at vagy 40-at, azt kilőtték, amit azért megnéznék. Hozzátettem, a végleges megoldást azt szavatolnám, ha a Környezetvédelmi Minisztérium a közeljövőben valódi vitákat szervezne a témáról, és hangsúlyosan érvényesíteni a természetvédelem szempontjait a vadászati kvóták megállapításakor. A bíróság döntésével az általunk megkérdezett környezetvédelmi szakértő is egyetért, aki szerint nehéz azt elképzelni, hogy a 21. században hobbiból ezrével lőjék ki a madarakat. Véleményem szerint ez egy nagyon jó a rendelkezés, egy nagyon nagy előrelépés, és nem föltétlen azért, mert a romániai vadászok lőtték agyra főre, hanem rengeteg külföldről beérkezett a vadász volt. Például az olasz vadászoknak van egy nagyon nagy hagyományuk itt Romániában, akik aztán tényleg mindent, ami repül, lelövöldöznek, és utána meg viszik ezer számra a madarakat ki az országból. Romániában az énekes madarakra főleg külföldiek vadásznak jó pénzért, mivel az apró szárnyasok nyelvéből gasztronómiai luxustermékek készülnek. Elsősorban a pacsirtákra irányul a mészárlás, de szinte bármilyen énekes madarat lelőnek. Az elmúlt néhány évben az esetek száma jelentősen visszaesett, hiszen korábban szinte 2 havonta foglaltak le a magyar határőrök illegális rakományokat. A kolozsvária Csajod zenekar nyerte a hétvégén Székelyudvarhelyen megrendezett 8. Szikolusz Fesztivál és Tehetségkutató Verseny 1000 eurós nagydíját. További 4 zenekar egyenként 500 eurós díjban részesült. Fiatal zenekarok muzsikájától volt hangos a hétvégén a Márton Áron tér Székelyudvarhelyen. A Szikulusz Fesztivál 8. alkalommal teremtett lehetőséget a saját szerzeményt magyar nyelven előadó hazai zenekarok felkarolására a Hargita megyei Hagyományőrzési Forrásközpont szervezésében. Bár a korlátozások miatt a fesztivál jelleg idén nem valósulhatott meg, az erdélyi zenekarok életében fontos pillanatnak és nagy lehetőségnek számító zenei rendezvényt ennek ellenére is sikerült megtartani. Mindenképp a fókuszt a tehetségkutató versenyre helyeztük. Az eredeti fesztiválos jellegét annyira nem tudjuk megvalósítani a korlátozások miatt, a maszkviselete, kényelmetlen az emberek számára, nem tudnak felállni, nem tudnak bulizva táncolni, úgyhogy tulajdonképpen a fesztivál jellege sérült az idén, de a tehetségkutató jellegét azt még mindig kiemelve tudtuk az idén is véghez vinni. Az idei fesztivál első fordulója 16 zenekar nevezett be magyar nyelvű saját szerzeményekkel. Ebből a szakmai zsűri 14-et javasolt a második forduló verseny meghallgatására, amelyből 2 visszalépett. Így a hétvégén a székelyudvarhelyi Patkóban felállított színpadon a versenyprogramban 12 zenekar mérte összetudását. Sok jelölt volt, tehát amikor meg kellett nevezni 5 zenekart, azokat, akik díjat kapnak, nem tudtunk 5-öt mondani, tehát mindnyájan mondtunk 7-8
előadót, és aztán végül hosszas vita után, vagy nagy nehezen sikerült ezt a listát lecsökkenteni 5-re. Amúgy kapnak még díjat azok is, akik nem kerültek be az első 5 közé. A legnagyobb dilemmát természetesen az 1000 euró értékű Sikulusz nagy díjat érdemlő zenekar kiválasztása képezte. A zsűri döntése alapján ezt végül a kolozsvári, a Csajod zenekar vihette haza. Nagyon jó érzés megnyerni a díjat, főleg, hogy az egész nyáron, még múlt hétvégén volt az első koncertünk, úgy gondolom sok mindenkinek, és úgy igazán jó érzés volt a színpadra állni, csak zenélni, és gondolom az átjött a nézőknek, vagy a zsűrűnek is valamennyire. Ez nagy elismerés így a szakmaiaktól. A nagy díj mellett 4 további egyenként 500 euró pénzjutalommal járó díjat osztott ki a szakmai zsűri, további 4 együttes jelentős fesztiválokon, városnapokon való bemutatkozási lehetőséggel gazdagodott.